Megmondom őszintén, hogy amikor először Kata jelentkezett, hogy van egy ilyen ötlete ezzel a kutatóintézettel kapcsolatban, és megosztotta velem, akkor már akkor nagyon lelkes voltam ebben a témában. És most hallgatva ezeket az előadásokat, amik elhangzottak, meg a tényt magát tudva, hogy időközben ez megalakult, és megszületett a gyermek, hogy így fogalmazzak, különösen örülök neki. Most, hogy szembefordultam Örökkel, meg aztán végképp örülök, mert csupa olyan arcot látok, akinek azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komoly előnye fog abból származni, hogy ez az intézet létrejött. Most függetlenül attól, hogy a Balaton egyik fővárosában, vagy a másikban, vagy a harmadikban, vagy a negyedikben, de azt gondolom, hogy ennek az intézetnek a mi szakmánk számára nagyon komoly outputja lesz, nagyon fontos kimenete lesz, amit mi magunk gyakorló turizmus marketinggel foglalkozók nagyon jól fogunk tudni használni. Miután itt ebben a teremben azt gondolom, hogy rajtam kívül mindenki remekül tud statisztikákról prezentálni, és a számok embere, én nem olyan előadással készültem, ami a számokat tartam, azzal lesznek ilyen diáim is, de abszolút marketinges módon kicsit felszínesen fogom megközelíteni ezt a témát, és nem fogok alulról jövő több ezer rekordos Excel táblákat mutatni önöknek, és ebből megállapításokat tenni, hanem egy kis hangulatot próbálok ide varázsolni a tekintetben, hogy vajon milyen feladata is lehetnek ennek az intézetnek, mert hogy micsoda elképesztő fejlődésen ment keresztül ez a térség az elmúlt időszakban, az elmúlt néhány évben is, meg az elmúlt néhány évtizedben is, úgyhogy csak, hogy érezzük az időutazás fontosságát és lényegét, egy filmmel szeretném kezdeni, ami összesen 6 percig tart, az előadásom összesen 20 percig fog, és ebben szeretnék kérni egy kis segítséget, mert én nem vagyok jó hatással ezekre a technikai szerkezetekre, úgyhogy megkérek egy remek kollégát, hogy segítsen nekem ebben a filmben. Ez? Igen. Évekre a balatoni sportélet formái jelentősen megváltoznak. A szakszervezeti beutalóknak köszönhetően egyre többen érkeznek olyanok, akik nem akarnak, esetleg nem tudnak úszni, evezni vagy vitorlázni. Így miközben tízezrek szoronganak egymás mellett a parton, a strandolók többsége legfeljebb derékig merészkedik a Balatonban. A tavon évről évre fogynak a luxuscikknek számító vitorlások, viszont egyre több a horgász. Számuk 1980-ra megközelíti a 100 000-et. A vállalati üdülőkben elterjed a lengőtekre, a röplabda, a csónakok mellett pedig megjelennek az első hazai gyártású vízipiciklik. ...1959-ben nyugati mintára megszületnek az első balatoni kempingek. Az eredeti elképzelés szerint itt előre felállított sátrakban nyaralhatnak a kispénzű turisták, általában közvetlenül a vízparton. A terv azonban hamar módosul, és a táborhelyeket előzönlik a saját sátrakkal érkező vendégek. Megnyílik a Szemesi Lidó, a Boglári Sellő és a Lellei Aranyhíd.
Kempi. Az egyéb közterületen történő sátorverést viszont szigorúan büntetik. Az első osztályú balatoni kempingek ellátottsága, programja nemzetközi viszonylatban is kifogástalan. Egyedül meleg víz nincs, ami időnként bosszantó. De az idegenforgalmi szakemberek szerint a táborok lakói általában nem is igénylik a meleg vizet. A Magyar Kemping és Caravanning Clubhoz idén eddig 3 külföldi panasz érkezett a kempingekre. Herbert Ballen újságíró szerint alsóörsön nem takarítják a mellékhelyiségeket. A nyugatnémet Gerd Domát azt kifogásolta, hogy mint a Nemzetközi Kemping Szövetség tagja, nem kapta meg a 20%-os kedvezményt. És végül egy Oscar Krill nevű német férfi telefonon jelentette be, hogy elhagyja az Ábrahám-hegyi tábort, mert túl keménynek találja az ágyát. Már lekapcsolom az utazást, mert kicsit előre megy. Hol az a bala Balaton, a magfogalom, na lássa már a csodát, és ugrom bele-bele, erre vártam én vége már. Végre ott leszek barkainál, szebb lesz majd ez egy tündér mesénél, sőt mindennél. Hová menjen, köszöni aztán elindul. Na végre rá is talált már, de hiába van ott a túl. Olyan tel, mint egy medence, így szól hát mérgesen, most mi lesz vele most? Ez hát a Balaton, a nagy fogalom, most látom már a csodát, s nem ugrom bele-bele, erre vártam én régen már. Végre itt vagyok parkainál, mint a sós kering annyi az ember. Jaj, ez nem kell. Ez volt tehát a film, amit azt gondoltam, hogy azért érdemes lejátszani, mert egy kutatóintézetnek tudnia kell, hogy honnan indítja a kutatásait. Azt gondolom, hogy a Balaton, ha létezett volna, és filmiparilag meg lehetne örökíteni, hogy mi minden történt 1966 előtt, akkor is nagyon jó lenne, ha tudnánk, hogy azóta mi minden történt. De az a lényeg igazából, hogy azóta, amit láttunk a filmben, sok minden változott, nagyon sok minden egyébként azért nem. De mégis sok minden változott, ami nem baj. Egy ilyen világban élünk, ami elképesztő sebességgel változik, azt hiszem ezt nem kell elmondanom, ezt mindenki tudja. És azokat a trendeket, amik az új évezredben jellemzőek az utazásra, világszerte is, Európában is, Magyarországon is, azt gondolom, hogy a Balatonnál ugyanúgy meg lehet találni. Ezért nagyon fontos az, hogy ez a kutatóintézet majd a nagybetűvel, a legnagyobb betűkkel trendnek írt a rólapon található jobboldali szóra hívom fel a figyelmet. Leginkább nagybetűvel írt trendeket vizsgálja majd, és mondja el nekünk a szakmában dolgozóknak, hogy mik is ezek, ők, ti, miket tapasztaltok. Tényleg minden megváltozott. A trendekkel kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy létezik már egy csomó olyan kutatás, akár a Magyar Turizmus ZRT jóvoltából is, amikről, amelynek kapcsánról van már információnk, hogy mi is változott igazság szerint, de tényleg azt hiszem, hogy a legjobb az lesz, hogyha különösen a Balatonra vonatkozóan ezeket elsősorban a magyar lakosság
utazási szokásainak tekintetében majd az intézet vizsgálni tudja, mert hogy megváltozott részben az idő, amire utazunk, az amennyi időt utazunk, amikor utazunk, ahogyan utazunk, akik utazunk, mindannyian szeretünk utazni, kik érkeznek a Balatonra, manapság sokkal több belföldi érkezik ide, mint a régebben a küldőországokból érkeztek, és nagyon fontosnak tartom én a magam részéről azt, hogy megjelent a tudatos utazó, mint fogalom, akit ki kell tudni szolgálni, ezt mindannyian tudjuk, hogy itt vagyunk a teremben is, és azt, hogy neki milyen elvárásai vannak, azt is meg fogja tudni nekünk majd mondani tudományos alapon maga a kutatóintézet. Azt gondolom, hogy nekünk a turizmus szakmában dolgozóknak, minden szereplőnek legyünk, akár szállodában dolgozók, utazásirodában dolgozók, strandüzemeltetők, turinformosok, TDMS-ek, régiós marketing igazgatóságon dolgozók, vagy egy egyetemen dolgozók is alkalmazkodnunk kell. Ez egy közhelynek tűnhet talán, de mégsem az, alkalmazkodás nélkül nem fogjuk tudni ezt a versenyt felvenni, sem a tudatos utazóval, sem más desztinációkkal. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy ahhoz is kapjunk majd információt az intézettől, hogy miképpen is alkalmazkodjunk az új trendekhez. A magam részéről nagyon fontosnak tartom azokat a pontokat, amiket felírtam erre a diára. Nagyon fontosnak tartom a szegmentáció kérdését itt a Balatonnál, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a vendéget, akit várunk, pontosan le tudjuk írni, hogy ki is ő. Konkrétan szinte rajzoljuk meg. Ugyanis ha meg tudjuk rajzolni a vendégünket, akit szeretnénk jól tartani és viszont látni, mint visszatérő vendéget, és remek szájpropaganda hazavivőt, azt tudnunk kell, hogy ki az, akit várunk, és ez nagyon fontos, hogy egy komoly helyzetelemzésen alapuló kutatással ez jól megmutatható, és magunk is tudunk ehhez alkalmazkodni, és ezáltal ezt a vendéget a valóságban is szeretettel láthatjuk a saját szolgáltatásunknál. Nagyon fontosnak tartom, hogy a turisztikai termékekkel foglalkozzon a Balaton régió, minden egyes termékkel, ami itt a környéken található, a kicsi nis termékekkel is, gondolok itt akadálymentes turizmusra, gondolok itt korosztályokkal kapcsolatos turizmusra, szeniorokra, nem csak gyerekekre, idős barát szolgáltatások bevezetésére. Ez egy nagyon komoly szegmens, azt gondolom, amivel fontos foglalkozni. Fontosnak tartom azt, hogy ne legyen csak egy egészséges verseny a desztináció és a turisztikai termék között. Tehát ha egy desztináció meg tudja magáról azt állapítani, hogy ő egy kerékpáros desztináció, és ezt felvállalja, és teljes egészében így gondolja, hogy ő már pedig az, egy térség, vagy egy város, vagy egy falu, akkor ez ne legyen szégyen, higgye azt, hogy ő egy kerékpáros desztináció, különösen, ha jól hiszi, és ennek értelmében fejleszte a saját szolgáltatásait. Nem gond az, ha valaki turisztikai termék alapú fejlesztésbe kezd, aminek tulajdonképpen van egy csomó közös halmaza a desztináció alapú fejlesztéssel. Nagyon fontosnak tartom, hogy azért tettem, hogy űrkorszaki információs technikai megoldások, mert ez állandóan változik. Ezt, ami tegnap volt, az már elavult, és már ami holnap van is gyakorlatilag elavulttá válik. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a régió szolgáltatói és maga a régió is készüljön olyan 21. századi információtechnológiai eljárások, a vendég irányába, amelynek a segítségével őt informálni tudja már az érkezése előtt, az itt léte alatt, és azt követően is. Ez nagyon fontos. Ez a dia az igazából, amit egy kérdésként akár én is feltehetnék önöknek, hogy tudják-e, hogy kik a mamilok, az opálok és a penkszek. Pankszok, mondjuk, olvassuk így. Ki az, aki, nem kell megmondani, csak ki az, aki azt gondolja, hogy ő tudja, hogy ezek a mozaik szavak, hogy mamil, opál és panksz mit jelent? Köszönöm szépen, nagyon jó, örülök, igen. Turinformosok, nagyon jó, örülök neki. Azért örülök nagyon, és újongok, mert pontosan ezzel az egészen különleges, a réteg rétegének a rétegéről szóló kutatásokat is próbáltunk a Turinform találkozón bemutatni. A mamilok a kerékpáros turizmusban izgalmas szegmens. Ők az 50 éves férfiak, akik ilyen testhez simuló likra ruhában tekernek, lehet, hogy pocakjuk is van, de akkor is tekernek, ugye ez egy angol fordítás, middle-aged men in likra, ez a fordítás. Ők a kerékpáros turizmus szempontjából egy külön szegmens képviselnek, és rájuk feltétlenül fontos figyelni akkor, ha elhatározzuk magunkról, hogy kerékpáros turizmussal óhajtunk foglalkozni. Kik lehetnek az opálok? Ők az idős emberek aktív szabadidő eltöltéssel, aktív életmóddal, old people with active lifestyle. Ők az a már senior korosztály, tehát 55 pluszosokról beszélünk, a definíció szerint 55 pluszos a senior, tehát nem sokára jó magam is ebbe a kategóriába fogok tartozni. Azok az idős södő turisták,
akik még nagyon-nagyon aktív életet élnek, valószínűleg annak okán, hogy még a saját gyerekeiknek nincsenek gyerekei, tehát ők még nem aktív nagymamák és nagypapák, viszont már nem dolgoznak vagy annyit, vagy egyáltalán nem dolgoznak, viszont szabadidővel rendelkeznek, sőt, mi több, rendelkeznek szabadon elkölthető jövedelemmel is, ami nem egy utolsó dolog a turizmus szempontjából, sőt, tulajdonképpen majdnem az első. Úgyhogy őket is megismerhetjük majd reményeim szerint egy kutatásból, ha a szeniorokról fog majd kutatást az intézet végezni. A punksokról pedig a turinformosok tudnak, akkor gyorsan mondom, hogy ők kik. Ők pedig a hivatásos, gyermek nélküli nagynénik és nagybácsik, akik a több generációs turizmus esetében fontosak, ugyanis egy klasszikus értelembe vett új fizetőképes kereslet jelent meg a több generációs turizmusos kutatások alapján, ezt olvashattuk a múltkor, és erről beszéltünk a Turinform találkozón is. Olyan rokonok, olyan nagynénik és nagybácsik lépnek be a fizető vendég pozíciójába egy családi utazáskor, amikor több generáció utazik együtt, akiknek nincs saját gyereke, és abban az utazásban próbálja meg kompenzálni ezt a tényt, hogy ő egy gazdag, ám gyermektelen családtag, hogy a testvére vagy testvérei gyermekeinek az utazását ő fizeti. Ezek az utazások általában hosszú időt vesznek igénybe, általában Európán belül is legalább két hetesek, nagy családi utazások, 3-4 generáció utazik együtt, és marha jól fizetnek ezek a vendégek, mert tényleg egy kicsit kompenzálnak. Ez egy pszichés dolog, egy érzelmi dolog is, de sokkal nagyobb a költési hajlandóságuk, mint egy sima apukának vagy anyukának, aki a gyerekével együtt utazik, meg a nagymamát is még elviszi, mert szegény mégsem maradjon otthon alapon. Na szóval, én azt gondolom, hogy a Batuki azért lesz számunkra egy óriási előny, és ezért örülök neki, hogy ennek a születésnek a pillanatán, akár most, akár a gondolat felvetülésekor ott lehettem, mert az intézet ezeket előre tudni fogja, jelezni fogja nekünk, a szakmában dolgozóknak, és ez egy nagyon nagy segítség lesz számunkra. Néhány szám, de tényleg csak néhány, mert lejár az időm, és van még egy 3 perces filmem is, csak hogy érjünk majd az időutazás végére is. A vendégészakák számának alakulását látják Magyarországon 2007 és 2014 között, ugye egy elképesztő trendről beszélünk, ez a 24 millió vendégészaka, ez gyönyörű, a minden várakozást felülmúló, azt gondolom, hogy ez elmondható. Azt érdemes azért nézni, hogy a belföldiek és külföldiek aránya miképpen változott, tehát ezt mutatom, hogy mondom még egyszer, ez Magyarországra vonatkozik. Így néz ki a vendégészakák számának alakulása a változás szempontjából 2014 és 10, illetőleg 14 és 2007 között, tehát egy abszolút pozitív tendenciáról beszélünk. Ugyanez itt látható grafikonban is, ezt nem mertem kihagyni, ha már ilyen tudományos helyen vagyok, mert az a minimum, hogy az ember ilyenkor grafikonokat hoz, úgyhogy ez volt akkor Magyarország, és nézzük a Balatont. Egy picit más a tendencia, de itt is abszolút pozitív összességében a mérleg. Itt javasolom nézni azért a külföldi oszlopot, és nézni mellé mindjárt a belföldit. Azt gondolom, hogy dr. Súlyok Judit fog beszélni erről. Judit is a kollégánk volt hosszú éveken keresztül. Ez a Turizmus ZRT azért egy jó hely, és oda érdemes jönni dolgozni, mert ilyen remek szakemberek kerülnek ki onnan, mint akik itt ülnek a teremben. Szóval a Balatonnál azt érdemes nézni, hogy hogyan változott a külföldiek és a belföldiek aránya, de összességében akkor is egy növekedésről beszélünk. Itt látható a jobb baloldali oszlopban az a két mínuszos szám, ami a külföldiek vendégészakáit tartalmazza. Tudjuk, hogy ez minek a következménye. Itt alapvetően a német beutazó turizmusról beszélünk, és ott is egy életkori, illetve egy politikai változásról beszélünk. Viszont nagyon szépen nőtt a belföldi vendégek száma, akik darabra bőven kompenzálták azt a kiesést, amit a német vendégek okoztak. Az egy másik kérdés, és ezt megint meg lehet kutatni, hogy a német vendégek általi kieséssel rendelkező szolgáltatók vajon miképpen voltak képesek alkalmazkodni a belföldi keresleti változásokhoz, alkalmazkodni akartak-e egyáltalán vagy sem. Ha viszont nem, akkor miért hallgatjuk azt évek óta, hogy miért nincsenek német vendégek, ha viszont alkalmazkodtak, akkor meg milyen jó, hogy alkalmazkodtak, mert jöttek helyette magyarok. Szóma szumárum, a Balaton régióban, tehát itt látják a vendégészak alakulás az elmúlt 7 esztendőben, nem tisztem megítélni valóban, hogy mi a Balaton fővárosa, de ezek a területek a Balaton térség szempontjából, a balatoni torta, a balatoni vendégészaka torta szempontjából fontos területek. Ez még egy fontos díja, amit szeretnék önöknek megmutatni, ami azt mutatja be, remélem messziről is látszik, hogy 2008-ban
ebben a sorban. Ki hány százalékkal részesül a balatoni tortából, melyik település hány százalékkal, és az hány darab vendégészaka, ugyanez 11-ben és ugyanez 14-ben. Ez azért érdemes ezen egyébként majd alkalomattán elgondolkozni ezen a táblázaton, mert egyébként ez mondjuk számomra eleve legalább egy fél éves kutatási gondolatot rejt magában, mert hihetetlen érdekes adatok vannak benne. Nyilván a pirossal szeretteket szeretném megmutatni leginkább. Talán nem kell elmondanom, hogy Zamárdi ezzel a 262%-os növekedéssel, hogy lett a 2%-os 72 ezer vendégészakás tortaszeletből, majdnem 200 ezeres, 190 ezeres vendégészakás, kereskedelmi szálláshelyekről beszélek, ez a Balatonnál fontos, mert nagyon sok a magánszálláshely, illetve a KSH időközben ugye megváltoztatta a magánszálláshelyek definícióit, emiatt mindig bajban vannak a kollégák, hogy mit mivel kell összehasonlítani, ez nem egy egyszerű feladat, én tudom, de akkor is egy elképesztő, gigantikus változás van itt. Hát nyilván nem újdonság ebben a teremben, hogy ez mi lehet az oka, mi történt Zamárdiban az elmúlt 4-5 esztendőben. A Sound Fesztivál az, ami megjelent, illetőleg van egy augusztus 20-a utáni strandfesztivál elnevezésű sztori is, egy rendezvény, ahol több tízezer fiatal, illetve több százezer fiatal összességében nyaral, akinek a vendégészakáinak egy része ebben a statisztikában szerepel. Tehát Zamárdi előretörését egyértelműen ez az új termék megjelenés, és az ezzel kapcsolatos kereskedelmi szálláshely forgalom növekedés volt, ami generálta. Hogy miért nőtt Fonyód, miért nőtt Zánka, miért csökkentek a többiek, ezt ugyanígy ki lehet mutatni, és meg lehet kutatni gyakorlatilag. Nyilván empirikus alapon is az ember ezt nagyjából tudja, de ahol nagyon nagy és komolyabb csökkenések voltak, mondjuk egy 74%-os Almádi, vagy egy 76%-os Tihany, itt mondjuk annyira olyan nagyon kirívó, kicsi számok nincsenek, de egy Alsópávok a maga 84%-ával, aki csak egy pici, egy 20 ezeres vendégészakát vesztett, de akkor is veszített egy picit a pozíciójából. Na, ez mind-mind lehet egy-egy kutatás témája, és azt gondolom, bár ez is közhely, de attól még igaz, mint minden közhely, hogy egy megfelelő helyzetelemzés nagyon jó kiinduló pont ahhoz, hogy valaki a saját termékét fejleszteni tudja, úgyhogy bízom benne, hogy az intézet ebben is segítségére lesz mindenkinek itt ugyanez kördiagramban. Ez a jelenlegi állapot 2015. január-szeptemberi adatokkal rendelkezünk. Örömmel látjuk, hogy a vendégészakák száma továbbra is nő belföld esetében, külföld esetében egy picike csökkenés van. A külföldiek egyébként összetétel szempontjából jelenleg a Balatonnál így néznek ki. Tehát még mindig a német piac a vezető, ezt követik a többiek. Egy jóval kisebb számmal a második helyen gyakorlatilag az ezüstéremért 2-3 ország harcol, és utána pedig jönnek négy ország harcol, és utána pedig jönnek a bronzérmesek, akik ugye 90 ezer környéki vendégészakával bírnak a régióban. Néhány újdonságot szerettem volna még bemutatni itt ezeken a képeken, mert azt hiszem, hogy a Balaton egyébként remekül alkalmazkodott ahhoz, hogy milyen új elvárásai vannak a turistáknak. Elképesztően nagy fejlesztések voltak 2007 és 2014 között is, és 2014 és 20 között is terveznek ilyen fejlesztéseket. Ha jól tudom, talán a jövő héten adják át a Balaton déli partja alatt Somogy váron a Nemzeti Történelmi Emlékhelyet, vagy a Szent László emlékhelyet, ami megint egy új attrakció lesz. Ez egy másik kérdés, hogy hogy lehet majd egy északi parti vendéget oda lecsábítani. Ez is egy feladat, méghozzá egy nagyon komoly feladat. Számos szolgáltatásfejlesztés történt. Nagyon sok szállodának az első ciklusban ugye a téli fűtését sikerült megoldani, mert még 15 évvel ezelőtt az is gond volt a Balatonnál, nem azért nem volt téli balatoni turizmus, mert nem volt az embernek kedve lejönni, azért nem volt a szállodában fűtés konkrétan. Azért anélkül elég nehéz télen egy komolyabb nyaralást megvalósítani, bármint hallottuk a filmben, a kempingezőknek se kell a melegvíz, lehet, hogy a télen nyaralóknak se kellett volna a fűtés. Minden esetre az biztos, hogy a Balaton alkalmazkodott meglátásom szerint a kihívásokhoz, és hát nagyon komoly nemzetközi sportesemények elé is néz, hiszen 2017-ben Balatonfüred lesz ugye az egyik helyszíne a nagy úszóvilágbajnokságnak. És akkor végezetül még egy filmet szeretnék bemutatni, ami az időutazásunk jelenlegi állapotát mutatja. Reményeim szerint egy mostani magyarországi másfilmet szeretnék önöknek bemutatni. Now
than expected. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a Balaton is sokkal több, mint gondoljuk, és mint várjuk, és ehhez kívánok meg az intézethez is nagyon sok sikert, jó egészséget a kollégáknak, és Isten éltesse sokáig a Batokit. Köszönöm szépen.